Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A mai nap titka. Január 26-án bepillantunk ebbe az ős régi kínai naptárba. Mit üzen nekünk ez a kalendárium? A mai napon a fa eleme uralkodik. Mit jelent ez számunkra a mai napon? Kell a biztonság érzete. Átélünk reális dolgokat. A fa eleme segít nekünk abban, hogy megvalósítsunk valamit, kiépítsünk valamit. Azon kívül kihat a munkahelyre, a munkánkra. Itt lesz most egy alkotó tevékenység. A mai napon a kutya energiája uralkodik. És megtekintjük azt, mit közöl ez a mai napon számunkra. A kutyánál természetesen hűségről van szó, és barátságokról. Azon kívül van más jelentése is. A kutya óvatos, odafigyel a veszélyekre, és ez tükröződik a mai napon. Lehet, hogy most vannak veszélyek körülöttünk, oda kell, hogy figyeljünk. A kutya az küzd, de gyakran vannak neki nehézségei, erre is lehet számítani a mai napon. Amit még a kutya szimbolizál, és ezt átéljük a mai napon, hogy valamit meg kell, hogy hallgassunk, vagy mások meghallgatják a mi véleményünket. És ez úgy titokban marad, ebben megbízhatunk. Sokaknál úgy hat a kutya energiája, hogy szeretnék megőrizni a függetlenségüket. És most megtekintjük a hold állását. Most egy növekvő holdfázisban vagyunk. Ha mi most indítunk valamit, akkor az megnövekszik. A mai napon a nap és a hold egy harmonikus kapcsolatban áll. Az indiai számítás szerint a nap a bak jegyében van, a hold pedig a bika jegyében van. Mindkettő a föld elemére utal, és az jelenti a reális dolgokat. Amit ma most tervezünk, az megvalósul. A hold holnap eléri a felfele mozgó hold csomót. Ez egy kármikus csomó, és utal egy új lehetőségre, egy új irányra, vagy egy kiútra. De ez nem a mai napon hat, hanem holnap, tehát január 27-én. Nem csak az indiai asztrológiánál, hanem a kínai asztrológiában is vannak ezek a holdházak, ami a hold napi mozgására utal. A mai napon a kínai asztrológia szerint a hold a szoba holdházban található. Ez a holdház azt közli velünk, hogy a mai napon elkezdhetünk valamit, amit szeretnénk kiépíteni. Persze ez utal a mi otthonunkra is, ez a holdház. Egy szerződés aláírása a mai napon előnyökkel jár. És most megtekintjük, mit közöl az I Ching velünk.
mert ez az I Ching szimból szintén ehhez a régi ősi kínai naptárhoz tartozik. A mai I Ching szimbólum azt jelenti magyarul felmászni. És ez arra utal, hogy kell ez a belső erő, hogy mi ide fel tudjunk kapaszkodni, hogy kiemelkedjünk, hogy mások észrevegyenek bennünket, hogy meglegyen ez az önbizalom, és ne hagyjuk azt, hogy mások átnézzenek rajtunk. Ahogy a képen is látható, ott alul a mélyben van egy férfi és egy fa. De itt ki kell emelkedni, abba a magasságba, ahol fönt az a két személy látható. Ez jelenti ezt a nagyságot, valamit ki kell, hogy bontakozzunk, és ez azt jelenti, mennyire fontos itt ez a növekvés, és az is, hogy mások észrevegyenek bennünket, megkapjuk az elismerést és a megbecsülést. És ezek voltak a mai titkok a kínai naptár szerint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!